az allergiáról. A félvilág allergiás valamire manapság. A tudomány egyik nagy rejtélye, ez a napjainkban oly gyakori, új keletű betegség. Oka az, hogy az immunrendszerünk nem úgy működik, ahogyan kellene. És ez részben azért van, mert funkciójában zavarják a mesterséges anyagok. Először is segítenünk kell saját szervezetünknek a védekezésben. Első lépés egy jó alapos takarítás. Egy tavaszi tisztítókurával ki kell űznünk minden lerakódott káros anyagot nyilokrendszerünkből. A tisztítókurát végezhetjük csalánnal, mely egyik legkiválóbb gyógynövényünk. Sok vasat és C-vitamin tartalmaz, de kovasav tartalma miatt 6-7-nél húzamosabb ideig nem iható folyamatosan. Vannak gyógynövények, melyekkel erősíthetjük immunrendszerünket. Elsősorban azok, amelyek sok C-vitamin tartalmaznak. Ilyenek a csipkebogyó, melyet különleges módon kell elkészíteni. Hideg vízben áztatjuk 6-7 órán keresztül, de akár éjszaka is. Majd aztán fellongyosítva fogyasztjuk. Ez egy kiváló üdítőital. Megelőzésként is ajánlom. Természetes források a szeder, paprika, a citrom és a narancs. A gyógynövények közül a tyúkhúr, a cickafark és a ribizli levél. Az allergia kezelésért a tisztítókúra után az útifűvel kell folytatni. Ez a növény képes elmulasztani az allergiát, de csak nagyon lassan. Legalább egy évig kell folyamatosan inni. Az allergia sokféle lehet. Egyik megjelenési formája az ekcéma. Erre a bőrbetegségre is jó az útifű. A friss leveleket megmossuk, hátsó oldalukat megnyomkodjuk a körömmel, és a kiserkenő nedvet rákenjük a bőrre. Ha makacsabb ekcémáról van szó, éjszakára rá is köthetjük a sebes bőrre.